Mondani kellene, hogy akit zavar a felvétel, az nyugodtan lépjen ki. Nem. Zavar a felvétel, az a videóját kapcsolja ki, erre gondoltál? Igen. Igen. Jó, tehát akkor üdvözlök mindenkit, és akkor megnyitnám a közgyűlést. Megállapítom, hogy, hát, hogy határozott képesek vagyunk, és legalábbis úgy tudom, ugye a Feri tartja nyilván a tagokat, nem mindenki tag, de a többség az, aki részt vesz, az tag. És igen, akkor hát levezető elnökként, hogyha nincs kifogás, akkor hát magamat ajánlanám. Egy pillanat. Igen, és jegyzőkönyvvezetőként pedig nem tudom ki, Zsolt vállalnád? Igen, Horváth Zsolt. Igen. Lenne a jegyzőkönyvvezető, hogyha nincs ellene kifogás. Még mielőtt elkezdenénk a hivatalos részt, én most elkezdem megosztani először is a... Egy pillanat. Igen, először is szeretnék megemlékezni két tagunkról, akik a szakértői testületünk két tagjáról, akik óriási segítséget nyújtottak nekünk az elmúlt években. Tényleg rendkívüli emberek voltak emberileg, szakmailag. Barci Attila és Lontai Zoltán, akik az elmúlt néhány héten, illetve elmúlt két hónapban távoztak el közülünk. És szeretném, hogyha ezt a közgyűlés is tudná és megemlékezne róluk. Köszönöm szépen, és akkor a napi rendet azt megküldtük, úgyhogy kérdezem, hogy akkor van-e bárkinek is kifogása a napi renddel kapcsolatban. Ha nincsen, akkor az első napi rendi pont új elnökségi tag megválasztása. Hát, Lakatos Zsófiát javasolták a tagok, és akkor először Zsófi, mondjál magadról néhány szót, kérlek, bár ugye mindenki megkapta az önéletrajzodat. Jó napot kívánok, Lakatos Zsófia vagyok, én elsősorban kommunikációs szakember vagyok. 18 évig voltam a Magyar PR Szövetség elnökségében, ebből 5 évet alelnökként és az utóbbi 6 évet elnökként. Ez egészen tavaly novemberig tartott, a legutóbbi elnökválasztáson már nem indultam. De a kommunikáció a PR mellett a másik kalapom az a fenntarthatóság. Fenntarthatósági szakértő vagyok, nagyon sokat írok, előadok a témában, és könyvem jelent meg Londonban 2013-ban. Közép-kelet-európai régió fenntarthatóságával kapcsolatban. Bár PR-esként, de dolgoztam korábban a Környezetvédelmi Minisztériumban, egy klímaváltozás elleni kampány PR-vezetője voltam, most saját PR-ügynökségem van, most már 5. éve. Mi a fontos még? A Szóvivők Egyesületének vagyok tagja, meg a Hungarian Business Leaders Forumnak, szóval több civil szervezetnek, de nem vezetőségi tagként, tehát most nincs ilyen kalapom pillanatnyilag. Egyedül a Budapest Klubban, ahol az úgynevezett Global Executive Council alelnöke vagyok, tehát a Budapest Klub az nekem fontos, de azt gondolom, hogy azért itt összeérnek a szálak már, amennyiben a környezetvédelemről meg a fenntarthatóságról van szó. Házasságban élek, 3 gyerekem van, és hogyha azt halljátok, hogy így dübörögnek, meg így remegnek a falak, akkor azok a 2 gyerek, akik a felső szinten rohangálnak. Úgyhogy előre is elnézést kérek, hogyha kicsit zajosak lesznek. Köszönöm. Van-e bárkinek, illetve tegyétek fel a kérdéseiteket Zsófihoz? Ha nincs, akkor majd szavaznunk kell, akkor majd Kati elmondja, hogy Kati, ugye Kati, te mondod, vagy Feri, nem tudom. Hát, szívesen mondom, de először egy e-mail fog érkezni Feritől a linkről, és egy titkos kódról. Szóval majd arra
megtörtént, akkor egy pillanat, most aktiválom a szavazást, és akkor arra kérek mindenkit, aki szavazni fog, hogy hát az e-mailben leírtak alapján szavazzon, és akkor majd le is zárjuk ezt a szavazást, szóval szerintem egy pár perc múlva, nem tudom, esetleg jelezze mindenki, hogy sikerült el. Bocsánat, akkor most lépjek ki ebből, és menjek vissza a... Nem szükséges kilépni, mellette... Semmit ne csinálj. Azt hiszem, hogy te nem vagy még tag, úgyhogy akkor ez engem nem érdekel. Semmit nem kell csinálnod. Köszi. Tehát elvileg egy 6-jegyű kódot kell beírni, és akkor csak klikkelni egy igen, nem tartózkodom választási lehetőségre, és... Elnézést, én nem tudom, hogy hova klikkeljek, nekem nem jelent. Ez e-mailbe jött, nézd meg az e-mailedet. Hadd nem menjek vissza. Jó, szóval vegyetek úgy, hogy igen, most szavaztam. Hát ez titkos, azt nem lehet. Csak meg, csak mondom, hogy lehet, hogy nem mindenki látta eddig az e-mailt. Én most kaptam meg. Én megkaptam a levelet. Mária, a lányod nem tud segíteni esetleg? Ja, megkérem, Jutka. 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 Á, Istenem, nem hallja. Nem tudtam. Bocsánat, én nem kaptam meg a levelet, csak azt, amit a... Szavazás külön e-mailben jön. Frissítsél, Marci, én is egy perc. Én nem azt a címet adtam. És nekem nem jelenik A tagi címem az más, és arra nem érkezett semmi. Illetve érkezett korábban a Zoom-nak a címe. Akkor én továbbítom Feri levelét a... Tímedre, jó, Marci? Az én kódommal? Vagy mindenkinek ugyanaz a kódja? Hát, ez titkos információ. mi nem jó az az e-mail cím, amire megkaptad? De nem azt kaptam meg, összekevertem, az még csak a Zoom csatlakozós e-mail címje. De meg kellett, hogy kapjad, Marci, nézd meg. Márjuk. Mária, most nekünk beszélsz? Csak bocsánat, itt közben. Most megint lehet hallani téged. Kicsit lassan jövünk a Németországot, és kicsit lassan. Igen, ő hangosított ki. Igen, megvolt Mária, csak nem akartam, hogy nagy zaj legyen. Csilla. Azt is lehet, hogy a szavazást egy kicsit még nyitva hagyott, hogy később is lehessen szavazni, és addig menjünk tovább. Jó, rendben. Jó, akkor mondjuk 30-ig lehet. Megérkezett Csilla, bocsánat. Jó, szia Csilla. Szia Csilla. Gábor pedig jelentkezik, lehet, hogy még az előzőhöz lenne. Igen, Gábor. Nem, ehhez. Én is azt akartam javasolni, hogy szerintem hagyjuk nyitva a szavazást. Jó. Akármeddig, tehát hogy ugye ez a közgyűlésen kell megtörténni a szavazásnak, tehát nem kell 2 perc alatt lezavarni az egészet, és addig lehet a többi napi rendi pontot. Jó, rendben, akkor megyünk tovább a többi napi rendi. Jó, csak annyi, hogy azért ne akármeddig legyen, hanem akkor mondjuk egy óra legyen, de hogy szóval, igen, hogy azért ezt le kell szavarni, mert a közgyűlés végéig kell szavazni, és Kati majd egyszer bejössz, és mondod, hogy lezártam. Nem erre gondoltam, hogy akár, meddig nem kell a közgyűlés végéig, ki lehet jelölni nyilván rá egy idősávot, és szerintem is az a jó, hogyha már itt rögtön az eredmény megvan, tehát mondjuk az, amit Kati mondta, hogy mondjuk egy óra, fél óra, mondjuk negyed, hat. Annyi mindenkinek elég. Akkor negyed, kérem, hogy akkor negyed, hatig mindenki szavazzon, ha valakinek technikai problémája van, akkor vagy jelezze,
a chatben Katinak, vagy hát hogyha másképp nem megy, akkor szólhat is. Jó, én azt hiszem, hogy itt pont annyian vagyok, hogy mindenkit látok, tehát hogyha bárki hozzá akar szólni, akkor a kezét... Bocsánat, kérdezem, hogy már kezdődik a szavazás, tehát most már lehet szavazni? Lehet szavazni. De egy órán keresztül lehet szavazni, egészen negyed hatig. Tehát aki hozzá akar szólni, az vagy emelje fel a kezét, tehát én látom, hogy a képernyőn, vagy pedig írja be a chatbe, hogy hozzá szeretnék szólni, és akkor kicsoda, azt hiszem Judit meg Marci figyeli, és akkor szólnak nekem. Kérdésem lenne. Igen. Én valamikor, még a TDDS időben elérítem a munkacsoportban, de aztán életezetteles sorot. És kaptam e-mailt. Szavazzak? Nem vagyok benne biztos, hogy tag vagyok. Nehogy valami baj legyen. Feri? Hát, hogyha mint tagszervezet. Mint tagszervezet vagy itt. Úgy kapta meghívót. Igen, Adrián, te képviseled a Nők a Balaton Érdekesületet. Én úgy kaptam meghívót, mint tagja a testületnek. A tanácsadó testületnek. Attól függetlenül szívesen szavazok, csak nehogy valami probléma legyen. Nem, nincs probléma. Tehát a Nők a Balatonért, ha a Nők a Balatonért Egyesület képviselheted, akkor igen, akkor szavazhat. Képviseletem. Jó, akkor szavazok. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Akkor rátérnénk az első, illetve első és a harmadik részben a harmadik, a tevékenységünknek a tartalmi részét mutatnánk be, és akkor mindenki, tehát minden projekt felelős, el fogja mondani, hogy nagyon röviden, 2-3 percben, hogy milyen tevékenységet végzett az elmúlt időszakban. És igen, Judit? Megjelent itt Csilla iPhone készülékkel. Ő nem mond magáról két szót esetleg, hogy tudjuk, hogy kik veszünk részt. Ja, jó. Csilla, tudnál? Bocsánat, igen, mert mindenki bemutatkozott, akkor Csilla. De akkor már, ha már itt tartunk, akkor én Csirik Márton sem hallottam, én ismerem őt. De ő már mondta, jó, csak akkor még nem voltam. Már akkor még nem voltál. Jó. Igen, én előbb jöttem egy picit, úgyhogy bemutatkoztunk már. Én meg ismerlek, úgyhogy akkor minden rendben. Ennyi. Igen. Csilla, tudsz mondani pár szót? Hallasz minket? Judit, engedélyezd, hogy szóljon. Érdekes ez az én felhatalmazásom, mert ilyenkor az van, hogy ask to unmute, és én csak azt tudom megnyomni, nem azt, hogy... Jó, akkor Csilla, a mikrofonodat be tudod kapcsolni? Csilla, nem hallunk. Nem hallunk, sajnos. Csilla, van egy kis piros pötty a képernyőn, ha nem látod, akkor... Nyújj hozzá a képernyőhöz, és megjelenik, arra kell rákattintani. Az a mikrofon. Itt bal oldalt lent van a mikrofon. Most hallom. Unmute. Igen, jó, most jó. Bár nem látjuk, hogy megváltozott volna. De nem, az előbb jó volt szerintem, most Csilla lehet, hogy próbáld meg újból, Judit. Csilla, jó, most hagyjátok így, jó? Most hagyjuk így? Jó, úristen, de jó. Ne haragudjatok, csak itt vagyok még a zeneiskolában, és egyszerűen semmi más eszközöm nincs, mint a telefon. Teljesen jó. Teljesen jó. Hát Csilla elnökségi tagunk, korábban a Levegő munkacsoportnál is dolgozott, és újságíró, és nem tudom, amit, ha még akarsz egy pár szót. Ennyit. Szerintem, mivel hogy vagyok, igen, tehát külsős vagy szabadúszó újságíró vagyok, és egy zeneiskolában dolgozom. Most már egy ideje a Nőklapjának és Női Lapoknak nem, hanem az Érdi Újságnak dolgozom, meg egy honlapnak, aminek az a címe, hogy hogyan mondjam el neked .hu. Nagyon jó, köszönjük. Reméljük, hogy egy kicsit jobban hallasz minket, mint ahogy a mit én. Most igen.
Jó, köszönöm szépen. Akkor, jó. Akkor kezdenénk a... Bocs. Feri. Csillag, mindjárt te is kapsz egy levelet, majd frissítsd a levelező programodat. Oké. Okay. Jó. Igen, egy pillanat. Jó, akkor először Kati, Tar Katalin fog beszámolni a projektjéről, hogy mit tett, milyen tervei vannak. Akkor üdvözlök mindenkit. Én a tavalyi év során körülbelül július végétől csatlakoztam így főállásban a levegőmunkacsoporthoz, tehát egy fél évet töltöttem a tavalyi évből körülbelül így a szervezettel, és hát a három fő projektemről fogok beszélni. Kérlek, András, lapozz! Az első, ez a No Planet B, tehát nincs B bolygónk, nincs B tervünk projekt. Ez egy Európai Uniós társfinanszírozású projekt, amelyet Magyarországon a Baptista Szeretett Szolgálat koordinál, és 19 hónapon keresztül folytathatjuk ezt a projektet, szeptemberben fog végződni. Három tevékenységet végez a levegő munkacsoport ezen a projekten belül, egyébként sok más civil szervezet is részt vesz a projektben. Kérlek, András, lapozz! Az első tevékenységünk az igazából a már évek óta, sőt évtizedek óta működő ingyenes környezeti tanácsadás a lakosság részére. Ezzel kapcsolatban a tavalyi év során hát majdnem 800 közvetlen elérést, közvetlen tanácsadást tudtunk adni, és elég sok média megjelenést és közvetett elérést is emiatt. És talán az egyik legfontosabb hozadéka, hogy nagyon sok új értékes eszközt tudtunk beszerezni, két laptopot, egy nagyon értékes részecske, ultrafinom részecske számláló tesztó diszkmini készüléket, valamint egy kicsit olcsóbb, de azért nagyon hasznos részecske tömegmérő készüléket és egy radonmérőt. Kérlek, András, lapozz! A második tevékenység az mérések és előadások tartása az ultrafinom részecskékről kis településeken. Ebben az időszakban 14 kis településen, itt látható a listájuk, tartottunk ilyen mérést és előadást, tehát légszennyezettségmérést vizsgáltunk néhány óráig, majd azt követően előadáson mutattuk be az eredményeket a helyi megjelenő lakosoknak, polgármestereknek, és általában ezeket az előadásokat lakossági fórum is követte, ahol meg tudtuk vitatni közösen, hogy az adott településen hogy lehet a helyi levegő minőség javítása érdekében mit lehet tenni, attól függően, hogy mi ott a legfőbb probléma. Jó, köszönöm. A harmadik tevékenység pedig interaktív előadások a megújuló energiákról és elektromobilitásról. Hát ez a projekt úgy áll, hogy már a beszerzéseket nagyrészt lezártuk, és egy fejlesztés, egy ilyen energiakerékpár fejlesztés is majdnem teljesen lezárult. Sajnos itt a koronavírus közbeszólt, és nem tudtunk olyan ütemben haladni, ahogy szerettünk volna, valamint a projekt végéig is a legtöbb előadást ugye le kellett mondanunk, és emiatt videóval fogjuk pótolni ezeket az előadásokat, de a jövőben ezekkel az eszközökkel folytatjuk ezt az interaktív, remélhetőleg nagyon szemléletes és élvezetes előadások tartását. Köszönöm, következő. A másik projekt, ez a Tiszta Levegővel projekt, amit, hát ez egy több éven át tartó nagyobb projekt, mert a Zuglói önkormányzat több más ország régióival közösen végez, és ezen belül tavaly mi két mintaprojektet végeztünk. Egyébként az egész projektnek a fókusz a Budapest funkcionális városi térsége, tehát egyfajta kiterjedt agglomerációként kezeli a térséget. És hát ez a két mintaprojekt az avarégetésről és a fűtés hulladékégetésről szól. Szeretném a köszönöm. Úgy kicsit megcsúszott a kép. Az avarégetéssel kapcsolatos feladatnak a célja volt az avarégetés egységes és szigorú szabályozása. Időközben ez egyébként ugye sikerült is, akkor ez még nem volt ennyire egyértelmű, és ezzel kapcsolatban hát kutatómunkát végeztünk, 153 települési rendeletet vizsgáltunk át, javaslati anyagokat készítettünk, egy országos és 50 településre szabott javaslati anyagokat, és ezeket lobby munka segítségével telefonon, e-mailben terjesztettük is a települések számára, és sajtóanyagot is készítettünk.
Köszönöm. És hát a legfőbb eredmény, hogy 2021. január 1-től már a parlament is elfogadta az avarégetés országos tiltásáról szóló törvényt, tehát ez nagyon bárcsak minden eredmény így zárulna. A másik fűtéssel, hulladékégetéssel kapcsolatos mintaprojektben pedig tájékoztatás és kommunikáció volt a célunk, és ezzel kapcsolatban elemzéseket, vagyis hát elemzést és kommunikációs kampánytervet készítettünk, Facebook kampányt folytattunk, mi írtunk blogtartalmakat a Zugló honlapjára, és ezeket terjesztettük is, és valamint egy hónapon keresztül minden nap levegőminőségi adatokat elemeztünk közérthető módon. Köszönöm, jöhet a következő. Végül pedig ez egy kisebb feladat volt, ez a tiszta fűtés projekt, ezt a DUK, tehát a német környezeti segítő szervezet, német környezetvédelmi civil szervezet, akikkel sokat működünk együtt. Őnekik nagyon sok anyagukat sikerült magyar nyelvre átültetni, videót, szórólapot, tájékoztató fizetet és egy vándorkiállítást is, ezeket is a jövőben is tervezzük használni és folytatni használatokat. Jó, köszönöm, szerintem igen, végeztem is. Köszönöm. Ha bárkinek kérdése, észrevétele van, akkor kérem, tegye azzal a projekttel, vagy ezekkel a projektekkel kapcsolatban, akkor tegye fel. Ha nincs, akkor mennék a további akra, akkor Gábor. Igen, én is mindenkit szeretettel üdvözlök, Bendik Gábor vagyok, ügyvéd, környezetvédelmi szakjogász, és én külsősként, megbízottként dolgozom levegő munkacsoportnál immár 13 éve. Kérlek, András, lapozz! És hát az a kampány, amivel legtöbbet foglalkoztam, az körülbelül 3 éve tart. Ez egy olyan kampány, ami jobb levegőminőségi tervekért, illetve az országos levegőterhelés csökkentési program javításáért zajlik. Kérlek, András, lapozz! Ugye az egyik fő lába az a levegőminőségi tervek javítása. Ezeket a terveket minden olyan zónában el kell készíteni az adott hatóságnak, az illetékes hatóságnak, ahol ugye egészségügyi határérték felett van a szennyezettség, a légszennyezettség, vagyis ugye ez a terv, ez mindig az adott területi emisszióra koncentrál, azt próbálja csökkenteni különböző intézkedésekkel. A probléma az, hogy sajnos a környezetvédelmi hatóságok nagyon gyengének érzik magukat ebben, nem éreznek elég eszközt ehhez, és ezért nagyon gyengék lesznek ezek a tervek. Mi ezzel a kampánnyal azt szeretnénk elérni, hogyha ezek kötelező jellegű és tényleg hatékony intézkedések lehetnének, amelyeket ugye az Európai Unió is így vár el, és ugye ez az Európai Uniós gyakorlat szerint is így kellene, hogy kinézzen. Jelenleg két, ugye ez több helyen vagy több zónában van Magyarországon ilyen levegőminőségi terv, mi kettőre koncentrálunk, az egyik a Budapest és környéke, a másik pedig a Sajóvölgyre vonatkozó levegőminőségi terv, ugye az egyik az főleg közlekedési jellegű szennyezettséggel foglalkozik, a másik pedig inkább a háztartási tüzeléssel. András, kérlek, lapozz! És akkor a másik lába, ez a bizonyos országos levegőterhelés csökkentési program. Ez ugye egy olyan terv, amelyet minden EU-s tagállamnak el kellett készítenie 2019. április 1-ig. Ez az úgynevezett NEC irányelv talaján áll, ami gyakorlatilag nem az emissziót, hanem az emissziót célozza. Ugye az Unióban is rájöttek a döntéshozók, hogyha csak a szennyezettséggel foglalkozik egy tagállam, akkor ugye könnyen ráfoghatja ezt a határon át terjedő hatásokra és egyebekre. Ezért aztán a kibocsátásokat is szabályozni kell. Ez az irányelv, ez ilyen összkibocsátás csökkentési célokat, tehát konkrét számokat ír elő 2020-ra és 2030-ra, amennyivel a különböző szennyező anyagok kibocsátását az egyes szektorokban, mezőgazdaság, ipar, lakosság csökkenteni kell, és hát nyilvánvalóan ennek érdekében nagyon komoly intézkedéseket kellene hozni. Sajnos Magyarország a jelenlegi adatok alapján, illetve az előrejelzések alapján nagyon messze van attól, hogy ezt teljesíteni tudja, ezért rettenetesen hatékony intézkedésekre lenne szükség, és hát emiatt ugye folyamatosan nyomást kell gyakorolnunk a minisztériumra, illetve a kormányra, aki ezt elfogadja. Ez a program, ez ugye körülbelül egy évet késve, most nyáron néhány hete lett elfogadva. Nem annyira gyenge, mint amennyire féltünk tőle, hogy gyenge lesz.
de azért továbbra is kell különböző eszközökkel ennek a hatékonyságát javítani. Ez egy dinamikus program, tehát bekerülhetnek még később is intézkedések. Hát itt láthatóak azok az eszközök, amelyeket igénybe vettünk ahhoz, hogy hatékonyabb legyen ez a dolog. Egyet emelnék ki, a közigazgatási pert, hogy a budapesti levegőminőségi terv kapcsán egy per is van folyamatban, tehát itt megtámadtuk bíróság előtt a levegőminőségi pert, hamarosan ítélet is várható, erről majd nyilván mindenkit tájékoztatunk, és egyébként pedig a szokásos jogi és kommunikációs eszközeinket vettük igénybe. Kérlek, Lapozz András. És hát van is néhány részeredmény, ugye ez az ítélet, amiről beszéltem, akkor mindkét levegőminőségi tervet felülvizsgálták, a Sajóvölgyi már kész van, a budapesti pedig majdnem kész van, és hát ugye ennek az egésznek a szabályozási környezete is valószínűleg változni fog, és elmozdul a kötelező jellegű intézkedések felé, az ilyen étlapszerű levegőminőségi tervektől, ami egy nagy előrelépés lenne. És hát ahogy mondtam, ez az OLP, ez a levegőterhelés csökkentési program sem lett azért katasztrofális, de azért még javulnia kellene. És hát részben azért ennek a projektnek is, meg még sok másnak évtizedek óta eredménye volt talán zavarégetés országos tiltása. És hát sok egyéb feladatom van, vagy egyéb dolgokban részt veszek, hogy a tanácsadóirodában előadásokat tartok, rendezvényeken veszek részt, más projektek jogi ügyeiben segítek. Az OKT tagság sok feladatot ad, és hát az így. Országos környezetvédelmi tanács. Igen, bocsánat, Országos Környezetvédelmi Tanács tagság, ami egyébként hasznos is, mert ugye sajnos az utóbbi időben a jogszabálytervezetekről leginkább csak az Országos Környezetvédelmi Tanács útján értesülünk, mert egyébként nem vonnak be minket az egyeztetésekbe. És az EB, ugye az European Environmental Bureau, ez egy európai környezetvédelmi ernyő szervezet, aminek a levegő munkacsoport is tagja. Hát itt pedig a nemzetközi együttműködést tudjuk gyakorolni, és hát ez is nagyon fontos az életünkben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bárkinek van kérdése, észrevétele Gáborhoz, kérem tegye fel. Ha nincsen, akkor a következő. Igen, lakossági mérések a tiszta... Itten. Ezt hibásan írtam, nem én vagyok a projektvezető, másolási hiba, hanem Tatjana Show, aki a Közép-Európai Egyetemen tanul, és a ennek itt nagy része van ennek a projektnek, ezt az Európai Unió Oroszország civil szervezeti fórum támogatásával, illetve az Európai Bizottság támogatásával folyik ez a projekt, és mi vagyunk a projekt partnere, és van egy alvállalkozónk, vagy egy ilyen alpartner, a Szentpétervári Bellona szervezet, tehát ez egy gyakorlatilag egy magyar-orosz együttműködésben. Most mindkét szervezet végez lakossági méréseket, eddig ezzel a hordozható műszerrel folyt, tehát a kölcsönadtunk, van 13 ilyen műszerünk, és az kölcsönadtunk szülőkkel, hogy menjenek és mérjenek ott, ahol a gyerekeik tartózkodnak. Hát ezt ugye március elején sajnos be kellett fejeznünk a járvány miatt, úgyhogy most áttérünk egy másik, illetve lehet, hogy most részben visszatérünk erre a mérésre, de... Újra kezdjük egy kicsit ezt. Tehát most már is van kiadva, bocsánat, hogy megszakítalak, kettő darab készüli kölcsönbe. Igen, és a másik pedig a Luftdaten, amiről majd Judit fog később beszélni egy másik projekt kapcsán. A másik része pedig, hogy itt ugye korábban az volt, hogy közös rendezvények lesznek, és mind Budapesten, mind pedig Szentpéterváron, hát ezeket el kellett, illetve hát most már nem is fog sor kerülni, mert a projekt ugye augusztusban, illetve szeptemberben véget ért, tehát mindent igyekszünk táv, igen, tehát interneten keresztül elvégezni. Az egyik ilyen, hogy rendeztünk egy parkolási konferenciát, a parkolási támogatásokról Budapesten, amit teljes egészében lefordítottunk oroszra, tehát most akkor a
Oroszországban is megnézhetik. Készítettünk egy videót, ami már majdnem készen van, ez a videót a budapesti légszennyezettségről, és azon kívül készül két tanulmány, az egyik a budapesti közlekedés javítására, amit hát részben fordítottunk, részben oroszul megírtunk, ez körülbelül 100 oldal, és hát majd készül, még nem kaptuk meg, de állítólag hamarosan megkapjuk a Szentpétervárral kapcsolatban, és tehát Szentpétervár önkormányzatnak is egy javaslat az, hogy hogyan kellene Szentpétervár közlekedését környezetbaráttá tenni. Hát ezzel azért komoly problémáink voltak, mert a szakértő, akik a Szentpétervári társszervezet felkért, az, hát, hogy mondjam, eléggé maradi, úgyhogy most kénytelenek voltunk egy új szakértőt keresni, aki nem azt mondja, hogy úgy tudjuk megoldani a problémákat, hogy több utat, meg parkolóhelyet építünk, hanem egyéb módokon, de hát folyamatban van, most már sikerült egy nagyon jó szakembert találni. Van ott is, tehát egy moszkvai székhelyel, de Oroszországra kiterjedően egy olyan hasonló szervezet, mint a levegő munkacsoport, úgyhogy ez is egy jó eredménye volt a projektnek. Köszönöm szépen, és ha bárkinek van észrevétele, kérdése, akkor most válaszolnék. Annyit jelezzünk, hogy bár az előbb az mindenki ráfért a képernyőre, és elég volt jelentkezni, de most ezekkel a megosztott oldalak miatt a chatben kéne jelezni, hogy... Vagy pedig szólhat is, mert úgy látom, hogy nem akarnak tömegesen szólni, úgyhogy... Nem tolongunk. Tessék? Nem tolongunk. Igen, akkor... Hát ha nincs kérdés, akkor... Vagy észrevétel, akkor Judit. No, közösségi adományozási program. Hát ez egy olyan program, ami tulajdonképpen most a koronavírus járvány miatt nem tudott elindulni, már tavasz óta menne. Köszönöm a Magnet Közösségi Banknak a támogatásával. Megy ez a program. Ez nem konkrét támogatást jelent, hanem a Magnet Banknak van egy olyan programja, melyben felajánlja a bank nyerességének a 10%-át ilyen civil szintén. Vagyok egy ilyen meetingben. Most mindenki elmond? Igen, lehet, hogy most némítom. Akkor majd a Margittal kimegyek. Igen. És ebben mi is részt veszünk. 20 szervezetet vannak ők támogatni, úgymond, egy év múlva. Attól függően az értéke a támogatásnak attól fog függeni, hogy a bank használói kire szavaznak tulajdonképpen. A célja az, hogy az aktív állampolgárok által egy ilyen levegőminőségmérőhálózatot építsünk ki. Már eleve létezik ez a mérőhálózat, egy német civil szervezet az, aki elkezdte ezt működtetni. PM2,5 és PM10 légszennyezést mérnek ezek a készülékek, olcsón beszerezhetőek, gyakorlatilag az ember saját maga össze tudja rakni különböző helyekről összeszedett, tehát akár Kínából rendelt eszközökből. Mi annyira nem támogatjuk, hogy Kínából rendeljen mindenki egyesével az összetevőit, ezért most találtunk éppen egy magyar gyártót, és azt propagáljuk, hogy valaki csatlakozni akar ebbe a mérőhálózatba, akkor ebből rendelje magának. Ez a Luftaten típusú levegőminőségmérő készülék. És ebben a projektben azt ígértük, hogy 40 készülékkel fog bővülni Magyarországon ezeknek a hálózatnak a darabszáma. Lapozhatunk, András? Bocsánat, egyet, ha szabadna kérdezni. Ennek a mérőhálózatnak a mérési eredményei valahogyan belehelyezhetők-e, kapcsolat kereshető-e az állami mérőhálózat mérési eredményeivel? Igen, ez tulajdonképpen annak a kiegészítésére való szolgál. Ugye a mérőházatból van, a hivatalos mérőállomásokból van 53 darab, hogyha jól tudom, az országban, vagy ehhez közeli, és azt szeretnénk, hogyha ez kibővülne ezekkel az aktív állampolgárok által üzemeltetett készülékekkel, és így sokkal több helyszínre, tehát ezek ugye bizonyos csomó
pontokban elhelyezett állomások, amelyeket az állam üzemeltet. Mi viszont azt szeretnénk, hogy akár attól egy-két utcával messzebb is mérjenek ezek a készülékek, és így egy pontosabb, egy sokkal közelebbi értéket kapunk arról, hogy ahol élünk, ahol tevékenykedünk, ott milyen a levegő minősége. Oké. Okay. Ezeknek a mérőeszközöknek az elhelyezése, ha lakossági kézben van, akkor hogyan korrelálható, hogy exakt mérési eredményeket adjon, tehát mitől milyen távolságban, magasságban, szélárnyékban, szélnek kitett helyen, tehát millió egy olyan tényező van, ami akkor mennyire mobil, vagy mennyire exakt, vagy mennyire válik viszonyíthatóvá az egyéb adatokhoz. Jó, azt igaz, nem szögeztem le, sokkal hamarabb kellett volna mondanom, hogy ezek az adatok, ezek tájékoztatási jellegűek, tehát ebben a tekintetben egészen más, mint a hivatalos mérőállomásnak az eredményei, erre nem lehet olyan stabilan támaszkodni. Viszont a készüléketnek a regisztrációja során minden körülményt meg, hát lehet ez egy opció, de érdemes megadni az aktív állampolgároknak, tehát én például a harmadik emeleten tartom a készüléket az ablakomon kívül, pontosan leírom a meghatározást annak a helynek, tehát 12 méter magasságban van, egy térre néz, mely előtt egy utca, kétsávos út halad. Tehát, és ilyeneket a legtöbben, akik ugye elég aktívak a résztvevők, tehát ilyeneket mindenki odaír. Oké, okay, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Akkor a tevékenység ebben a projektben a közösségfejlesztés lesz, a mérőműszereknek a tulajdonosait szeretnénk, hogyha mindenki az aktivitásából a közösbe is beadna, tehát szeretnék egy kommunikációs felületet is számukra majd létrehozni, illetve akik nem is rajtunk keresztül kapják meg ezeket a készülékeket, azok is mind jelentkezhetnek egy olyan levelező listára majd, amelyik így működik is. Ez egyébként azért fontos, mert hogyha bármilyen magas kiugró értéket látna valaki a saját környezetében, arról csak ő tud tulajdonképpen információt adni, hogy honnan is eredhet, és ez esetleg egy elhaladó vagy egy parkoló tehergépjárnő is okozhatja, ami azért nem az egész területre vonatkoztatható levegőszennyezettség. Ezen kívül kommunikációs tevékenység lesz benne, nyilván majd valahol Facebookon, honlapunkon hirdetjük, amikor elindul a projekt. Ugye a projekt megalapozottságáról nem sokat kell szerintem most beszélni, a levegő munkacsoport minden tevékenységünk körülbelül emiatt alakul ki, tehát a magyarországi rossz levegő az, ami ezt megalapozza, és a KAP program időtartama, tehát tavaszról áttettük őszre a kezdeti időpontját, és majd jövő nyár végével fog befejeződni. És ezt az elején elmondtam, hogy miről is szól. Köszönöm. Még annyit hozzátennék, hogy a mi irodánkban is működött kettő, és lehet, hogy pontosan ugyanazokat az értékeket mérték, tehát volt némi különbség, pedig egymás mellett voltak, viszont teljesen párhuzamosan mozogtak. Tehát azt lehetett látni, hogy mikor voltak szennyezettebb napok, és mikor nem, mikor jobb levegő. Igen, még ha kérdés, észrevétele. Kérek. Igen. Marci? Nem hallani jól, amit mondod? De hallani. Na, tehát ez a hivatalos mérőhely sor, az tudományos feldolgozásra is alkalmas, akkreditált, hogy milyen mérőműszerekkel dolgozik. Ez egy ilyen science, a közösség, tudományos közösség méréssorozat, minél több ilyen eszköz van feltéve, a nagyszámok törvény alapján, amit mérnek, annak az átlaga egyre közelebb lesz a valódi átlag értékekhez, és ennek a hálózatnak az eredményeit Bulgáriában már sikeresen használták arra, hogy a hatóságokat rábírják környezetvédő, illetve levegőtisztaság elősegítő intézkedések meghozatalára.
és erre kiválóan alkalmas ez a ház. Köszönöm. A Judit mondta, de térképen meg lehet nézni, hogy Európában mennyi van már belőle, és hogy milyen értékeket mutat. Ez egy nagyon jó rendszer. A chat ablakba be is dobom ezt a linket, bár nem tudom, hogy most már tudja-e mindenki használni a chat ablakot, megtaláljuk. Engedélyeznétek a képernyő megosztást, meg tudom mutatni most rögtön is. Aha. András leveszi, jó. Akkor te tudod. Jó. Jó. Engedélyeztétek? Igen. Ja, Judit, engedélyezd. És látjátok esetleg? Engedélyezve van nálam, és működik. Van share screen gombom, vagy akkor azt mondja, hogy kérjek rá engedélyt. Akkor látjátok, amit most megosztottam? Nem látjuk. Nem baj ez majd. Csak András oszthat ma meg azért. Hogy? Hát én nekem nincs ilyen, hogy engedélyezhetem, az nem jelenik meg. De hogy? Nem, hogy vissza rá is azt jelent meg. Jó. Ha most látjuk. Nem, most engem láttok. Most már. Letiltotta. Tehát egy pillanatra látni lehet. Nem, de Judit, menj a participant listre, és ott a végén kell, hogy tudjad engedélyezni. De ott voltam idáig is, persze, de... Nem is lehet rá írni, én próbáltam, de nem sikerült nekem. Nincs ilyen. Az én ablakom nincs megosztva nálatok? Valami, de megvan. Megjelent, tökéletes. Valami megjelent, csak nem tudom mi. Ez akkor a Marci. Mi hangolcs volna? Igen. Akkor menjek be a lúzdatembe? Aha, igen. Te. Mondjad. Lúzdatem.info. És azon belül pedig egy térkép földgolyóra kell. Erre. Igen. Itt tartsuk. És közben azért annyit tennék, hogy semmiképpen sem a hivatalos mérőállomásoknak a kritikájaként szeretnénk kommunikálni az, ennek az eszköznek a méréseit. Nem tudsz rányomni? Hanem az kiegészítő információk ezek csak. Kivéve azokat a különleges eseteket, amikor mégis. Én nem szándékozom. Egy szükség lehet rá. Megjött. Egész Európa, és akkor megtaláljuk rajta Magyarországot is, hogyha odébb húzod a kis kézzel. Prága, kicsit lejjebb. Jó, tehát minden egyes ilyen kis mékkas, nem... Persze, nagyon sok. Zöld pötty, ez egy-egy mérő műszert jelent, és ebből szeretnénk, hogyha Magyarország is olyan lefedett lenne, mint Bulgária, illetve Németország, ahol rengeteg készülék került kijelzésbe. És ha az egyikre rákattintasz, akkor megmutatja az éppen aktuálisan mutatott értékeket. 3 mikrogramma PM 2,5 köbméterenként. Azon a szenzoron. De át lehet váltani 10. PM 10-re is. Illetve van egy színskála, ami jelzi, hogy most itt jó a levegő. Igen. Hát most ez nem meglepő. Kérdés esetleg akkor most még felmerült ezzel kapcsolatban, hogyha nem menjünk tovább, kicsit sok időt vettél az én. Volt egy chatben volt szerintem, hogyha jól látom, valaki hozzászólna. Jó, akkor Marci. Marci volt, az Marci. Marci volt? Akkor bocsánat. Csak az a neve, hogy chat figyelő, mert mindegy. Magát figyeli. Ha nincs több kérdés, akkor levennéd a Marci a megosztást. Köszönöm, és akkor én folytatnám.
Igen, Judit. Igen, következő projektem a Plan App. Hát ennek a magyar elnevezésén nem is próbálkoztunk, ez egy szó játékból jött, ez ugye a startupból és a tervezésből. Startupra nincs is igazából nagyon magyar szó, ha jól tudom. Ez már 18 szeptemberében elkezdődött, én igazából egy kicsit később is csatlakoztam a levegő munkacsoporthoz újra annak idején, és jelenleg itt tartom most a beszámolom. Akkor a részlevő szervezetek, ezek nemzetközi civil szervezetek, amik láthatóak fent, illetve a támogató, a fő támogatók a LIFE és a European Climate Foundation. Célja az uniós országok kormányait segíteni az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ez itt egészen konkrétan 5 országra terjed ki az én projektem keretei, ez Magyarország, Belgium, Lengyelország, Spanyolország és Románia. 3 témában dolgozunk ki javaslatokat, amik javíthatják a klímavédelmi céljákat. A dekarbonizáció, az energiahatékonyság és a megújuló energia témakörében. 3 területen, a közlekedés, a mezőgazdaság és az épületek területén. Illetve egészen konkrétan a Plan App projekt célja követni a nemzeti energia és klímatervek elkészítésének a folyamatát és észrevételeket tenni és javaslatokat ezzel kapcsolatban. A tevékenységem konkrétan szól az egyeztetésről a civil, más civil szervezetekkel, szakértőkkel, egyeztetésekről minisztériumokkal, erre sajnos kevesebb módunk adódik, mint azt terveztük, tehát kicsit kevesebb szeretnének velünk a minisztériumtól, főleg az Innovációs és Technológia Minisztériumtól egyeztetni. Egyeztetések független parlamenti képviselőkkel éghajlatvédelmi témában, nem pont a Plan App témájában, illetve több konferencia zajlott le Brüsszelben, és több el is maradt most a COVID-járvány miatt. Egy konferencia lezajlott Budapesten, amit mi szerveztünk, és lett volna már újra egy ebben az évben, márciusban, ez szintén a COVID miatt most halasztódik, illetve valószínűleg Zoom konferenciával fog átalakulni. Akkor több workshop, a közös nemzeti energia és klímaterv vélemezés készítése javaslatokkal más civil szervezetekkel együtt, illetve a Plan App nemzetközi csapatával együtt. A karbonmentes 2050 célról is több egyeztetésünk volt, és megjelent, illetve küldtünk levelet a miniszterelnököknek mind az 5 országban, ugye, és több kommunikációs tevékenységgel is jár ez a projekt is, megjelenik ugye a cikkeink, hogyha valamilyen új fejlemény van a Facebookon, a honlapunkon. Akkor erről csak igazán pár szót, hogy a NECT, ez a Nemzeti Energia és Klímaterv, hogyan illeszkedik a nemzetközi tervezési és szabályozási környezetbe. Az EU-nak az éghajlatvédelmi céljai 2030-ig, illetve 2050-ig vannak megfogalmazva. 2030-ig jelenleg még a 40%-os kibocsátás csökkentés a cél 1990-hez képest. Ez egyébként mostanában több civil szervezet köztük mi is javasoljuk, hogy ezt az ambíciót emelni kéne, mégpedig ahhoz, hogy 2050-ig a klíma semlegességet és a nettó nulla kibocsátást érje el minden európai tagállam. Illetve a párizsi éghajlatvédelmi megalapodás 2015-ből, ez is a megalapozója ennek, hogy a nemzeti energia és klímaterveknek kell születniük minden tagállamban. Ez ugye kimondta, hogy a globális átlaghőmérséklet növekedését meg kell állítanunk bőven 200 fok alatt. És tehát ebből fakadóan egy olyan nemzeti energia és klímatervet kell minden tagállamnak letenni az asztalra, amely minden területre kiterjedő, egy nagyon átfogó stratégia az elkövetkező 10 évre, ez 2030-ig szól. A projekttel kapcsolatos honlapok, itt van a nemzetközi honlap, itt alul látható, bal oldalt alul, a saját oldalunknak a bal oldala az fölül bal oldalon, és a konferenciáról egy kép, ahol egyébként részt vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium több nemzetközi civil szervezet Brüsszelből, illetve minden témának a szakértőjét elhívtuk, és nagyon sokan meg is jelentek, és nagyon hasznos beszélgetések születtek. Következő utolsó. Ja, ez csak egy kertsináló, hogyha valaki nem olvasta volna a Nemzeti Energia és Klímatervet Magyarország
amit benyújtott az Európai Bizottság részére, az olvassa el, mert sok érdekességet talál benne. Ebből csak kiszemezgettem párat, és ezeket nem mondom most el, csak ugye tudom, hogy ez a PPT el fog kerülni mindenhova, minden személynek, aki itt van, és ezért beleírtam. Köszönöm szépen. Igen, kérdések, észrevételek, javaslatok Judithoz. Nekem van észrevételem. Igen. Valaki kíváncsi arra, hogy ez a NECT ez milyen, az nem magát a NECT-t olvassa, hanem a környezetvédő szervezetek közös véleményét róla. Mert abban pontosan benne van, hogy miért elégtelen. Vagy az itt jelenlévő Munkácsi Bélától szerezze meg az ő előadásait, amiket a pár hete tartott ugyanebben a témában. Sokkal informáltabb lesz, mint ha elkezdi a táblázatokat böngészni a beadott NECT-ben. Köszönöm. Akkor, ha nincs további hozzászólás, akkor a következő projekt volt. Sziasztok! Ez a projekt a Legyen energiánk változtatni címet kapta, még 2018-ban nyújtottuk be az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. A következő díja jöhet, András. Összesen 4.958.000 forint támogatást ítéltek meg rá, azonban szerződést csak idén márciusban kötöttek velünk, egy héttel azelőtt, hogy beütött a vírushelyzet, így a projektet megkezdeni tulajdonképpen nem tudtuk, de egyébként is szerintem világbajnok az, hogy 1231 nap telt el a szerződés beadása és a szerződés kötés között. Ez az állami rendszer átalakítása, folyamatos létszámcsökkentések, a egyik minisztériumból a másikba való áttétel, és mindenféle határidő módosítások miatt történt. Tehát ezt a projektet valójában már 3 éve le kellett volna zárnunk, de még nem tudtuk elkezdeni. Úgy néz ki, hogy idén szeptemberben tudjuk megkezdeni, és akkor a következő diám, láthatjátok, hogy ez Komárom-Esztergom megyei általános és középiskolás diákoknak az energiahatékonysági szemléletformálásáról szól. Előadásokat tartunk nekik, ahol különböző bemutató eszközöket viszünk magunkkal, és megpróbáljuk interaktívvá varázsolni az órákat. Emellett pedagógus tréninget is tartunk, amely most már így ebben a formájában csak egy online kurzus lesz, illetve egy kiadvány, amit készítünk, mint módszertani segédanyag ahhoz, hogy ők hogyan alakítsák át a saját kémia, fizika, matematika oktatásukat olyan módon, hogy ebben hangsúlyosan megjelenjenek az energiahatékonysági szempontok, játékosan, érdekesen természetesen. Hirdetünk egy tanulmányi versenyt, amely arról szól, hogy a diákoknak meg kell oldaniuk egy saját maguk által kitalált energiahatékonysági problémát, és ennek a megfelelően kreatív módon megoldott eredménye egy zsűri bírálata alapján a legjobbat egy tanulmányi kiránduláshoz juttatja, ahol szélerőmű parkban, napelem parkba visszük el őket, elmagyarázzuk, hogy hogyan működik, illetve itt beszélgetünk még majd velük a további lehetőségekről. A költségvetése a pályázatnak nagy részt személyi jellegű költségekből áll, illetve azt itt meg kell még említenem, hogy ez volt az egyik első olyan pályázatunk, ahol egy pályázat író céggel közösen adtuk be a projektet, és ennek a projekt menedzsment díját láthatjátok még ott, ami az egész költségvetés 8%-a, de ezért ők ellátják az elektronikus pályázatkezelő rendszernek a teljes feltöltését is. Hát jelenleg itt tartunk, úgyhogy ez a projekt még nem indult el valójában. Köszönöm. Kérdések,
észrevételek Zsolthoz. Ha nincs, akkor a következő téma, Marci. Ez egy sorozat, egy projektsorozat. 2010-ben csatlakoztam a levegő munkacsoport stábjához, mint külső megbízott. Már akkor a közlekedési témakörben egy projektre, aminek akkor még az volt a célja, hogy vezessenek be kamionos útdíjat. Magyarországon ez 93-ban sikerült is. 2013-ban. 2013, bocsánat, köszönöm, köszönöm. Kérem szépen a következő diát. Mindig van éves célja a projektnek, amióta az Európai Környezetvédelmi Alap támogatja, azóta a projekt inkább technikai jellegű lett, korábban inkább olyasmi volt a hangsúly, hogy hogy lehet csökkenteni a forgalmat, hogy lehet az autókat, a kipufogógáz tömeget, amit kibocsátanak, csökkenteni. Mindenféle forgalom szabályozási eszközökkel, illetve azzal, hogy a tócska autókat kiemelik a forgalomból. De aztán az Európai Klímavédelmi Alapnál inkább a technikai jellegű változtatások kerültek előtérbe, ami nem véletlen, hát ez inkább Nyugat-Európára koncentrál, ahol sokkal rövidebb vagy kisebb az autóknak az átlag életkora, gyorsabb a cserélődés, tehát hogyha jobb autókra cserélik a régi autójukat az emberek, akkor ettől várható valami kibocsátás csökkenés. Aztán beütött a villanyautó, kérem a következő diát. És ebben a ciklusban már, vagy ebben a projektévben már főleg a villanyhajtásnak a népszerűsítésével, illetve az államnak arra szorításával foglalkoztunk, hogy nyisson minél nagyobb teret a villanyautózásnak. Itt le vannak írva, de persze le van ide más is írva, mert küzdünk azért, hogy azért a teherautók díjába építsék már be a környezetvédelmi díjat is. Az a helyzet, hogy törvényileg két részből áll egy ilyen úti, van egy infrastruktúra része, és egy úgynevezett külső költség része, amit a környezetszennyezésért kellene fizetni. Ezt a miniszter 2013 óta folyamatosan 0 forint per kilométer. A gépjárműadáztatás reformja van még odaírva, azt azért tartjuk fontosnak, mert jelen pillanatban a regisztrációs adó ösztönzi azt, hogy az emberek minél öregebb autót hozzanak be nyugodtról, és minél öregebb az autó, annál jobban le van strappálva, illetve annál elavultabb a kipufogó. Legalább pirossal a városi útdíj van Budapesten, ezt nagyon szeretnénk, ezt én már azelőtt is szerettem volna, mielőtt csatlakoztam a levegő munkacsoporthoz, sőt, azért is csatlakoztam hozzá elsősorban, hogy ezt képviselem. Itt az van feltüntetve, hogy egyáltalán milyen feladatok, részfeladatok vannak, nem tartalmi szempontból, hanem formai szempontból mondhatjuk, hogy ez egy munkaköti leírás. Hogy arról, hogy milyen eszközöket használok, az látszik, hogy elég változatos, elég sok út. Levegünk a csoportnál, kérem a következőt. Itt néhány eredményt soroltam fel, nem fogom felolvasni, gyorsan életik mindenki, hogy fuss át. Ebből a legaggályosabb az utolsó, Karácsony Gergely jelöltként vállalta, hogy városi útdíjat vezet be. Ezért a sűrű csönd van, hogyha a Dorosz Dávid kabinetjében ezzel foglalkozókkal beszélünk, akkor ők mindentől beszélnek, csak erről nem, bár van egy szakértőjük, aki kifejezetten ezzel a feladattal van megbízva, vele már egyszer találkoztam, talán még egyszer megkérdezik, de erről nagy csomagra. Kérem a következő. A legnagyobb diónak, a legkeményebb diónak az számít, hogy Budapesten a teherszállításnak kialakítson a város egy rendes struktúrát. Vannak elkötelezett emberek még a Budapest
közlekedési központnál is van egy elkötelezett ember, aki állandóan gyártja javaslatokat, és csináltatja a tanulmányokat arra, hogy hogyan lehet korszerűsíteni a budapesti áruszállítást, de ez valahogy a hivatalról is, és a politikusokról is visszapattan, nem tudom miért, de valahogy, ahogy valaki tavaly összefogalmazott a Magyar Logisztikai és Készletezési Betéti Társaság logisztikai konferenciáján tartott kerekasztal beszélgetésünkön. A politikusok azt látják, hogy működik az áruszállítás, az emberek nem panaszkodnak, nem jutnak kenyérhez. Ha meg működik, akkor mi a fenének szórakozzanak vele. Csak ez iszonyúan demoralizáló. Kérem a következőt. Van egy kapcsolódó projekt, amiben részt vettünk, ez igazából az a Getier projekt, az Deutsche Umwelthilfe-nek a projektje, a DUK-nak, már korábbi projekt is volt a DUK-kal, és mi azt vállaltuk, hogy az ő eredményeiket népszerűsítendő tartunk Budapesten egy workshopot. Az eredményük az az volt, hogy addig szórakoztak Németországba, amíg egy autóra kimért valódi fogyasztás és az autó prospektusában vagy típusbizonyítványában található fogyasztás, illetve széndioxid kibocsátás közötti hatalmas különbség. De hivatkozva egy perben elérték, hogy az autógyárat kötelezték a gépkocsi visszavétel. És erről tartottuk a konferenciát, illetve ezzel kapcsolódóan köbbe jártuk ezt a fogyasztásmérés dolgot. Szerencsére a idéntől, illetve erőteljesebben jövő évtől az Európai Unióban már egy olyan módszerrel kell mérni az autók fogyasztását, az autógyárak sokkal kevésbé tudnak manipulálni. Itt ezek a piros csíkok azt mutatják, hogy 2001-től 2015-ig hogyan sikerült fejlődniük az autógyáraknak abban, hogy becsapják a mérést. Például a 2001-es mérésben még nincs bekapcsolva a klíma, amit persze az ember, amikor utazik az autóba, állandóan járat, és ezért már is magasabb a fogyasztás, illetve a széndioxid kibocsátás az utakon. Kérem a következő ábrát. Ezt tartom a legfontosabbnak, kérem, hogy mindenki pontosan tanulmányozza át. A közlekedési környezet szennyezésről van szó, és arról, hogy ez, és a környezet szennyezés miből áll, és milyen megoldásokkal lehet csökkenteni. Egy részleges megoldás az áttérés a villanyhajtásra, egy másik a forgalomszabályozás, amivel csökkenteni lehet a forgalmat, különös tekintettel a már említett útdíjra. A térszennyezés viszont csak keresett szabályozással csökkentető arra a szintre, amit a város el tud viselni. Nem csak az úthasználatról van szó, bár arról is, hogy mennyi sávot tartunk fel az autóknak e tekintetben. Most van egy elég komoly vita, például az Indexen van egy vitasorozat erről, amit én is hozzászóltam, hogy kellenek-e biciklis sávok, illetve kell-e 30 km-re csökkenteni a maximális sebességet Budapesten, illetve a parkolás, hogy túl sok helyet foglalnak el parkolásra az autók, ami érdekes módon most látszott leginkább, amikor nem lehetett pénzt kérni a parkolást. De erre az egész dologra van egy általános megoldás, ami biztos, hogy 20 éven belül el fog terjedni a világba. Magyarországra fogja tudni bezárni a kapcsolatot. Ez az informatikának a beáradása a közlekedésbe, aminél egy mérföldkör volt az, hogy az Elon Musk azt, amit megkeresett a PayPal-on, azt nem luxus kiadásokra költötte, hanem elkezdett villanyautót gyártani. És mégpedig olyan villanyautót, amit vezetni sem nagyon kell, mert magától elmegy. És az informatika számára ez egy hatalmas üzlet, hogy ezután a
informatikai eszközökkel fogják irányítani az autókat, úgyhogy ez megállíthatatlan tulajdonképpen. Csak besegítünk ebbe, amikor azt szorgalmazunk, hogy a magyar állam támogassa a villanyautóvásárlást, építsen töltőállomásokat, mert ez úgy is lesz, gondolja mindenki arra, hogy tudott el addig, hogy mobiltelefon van. Egy ugyanilyen folyamatot. És a másik, ami szintén az informatikának köszönhető, hogy egy ilyen GPS-es ütőt be lehet rakni az autóba, ami térképre tudja tenni az autó mozgását, és lehet érte fizetni. Erről már beszéltem, fene se tudja, hogy a főpolgármester és a kabinetje ilyet nem képes ezzel érdemben hozni. Kérem a főnököt. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Kérem, hogy akinek van kérdése, észrevétele, Mártonhoz tegye fel. Ha nincsen, akkor igen, volt egy ilyen projektünk, ez már befejeződött. A lényege az, hogy igen, ez egy nemzetközi projekt volt, egy európai szervezettel, tehát Európai Közlekedés és Környezetvédelmi Szövetség vezetésével lengyel, magyar, olasz, román és spanyol civil szervezetek vettek részt, és az európai klíma kezdeményezés támogatta ez a NEM, illetve a European Climate Foundation, az előbbi az a német kormánynak egy programja, ilyen támogatói programja, és ennek keretében hát mi is rendeztünk konferenciákat, ilyen tanácskozásokat, és elkészült ez a két tanulmány, illetve még egy harmadik is, egy angol nyelvű, tehát ennek az bal oldalon láthatónak az angol változata, valamint egy részletes javaslatcsomag a közlekedés dekarbonizációjára Magyarországon. Köszönöm. Akkor, hogyha ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, észrevétele van, akkor most jelezze, kérném. Ha nincs, akkor igen, ez nem egy... Tehát itt a lényeg az, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ, illetve annak elődje a kiemelt kormányzati beruházások központja megbízott bennünket, hogy készítsünk el három tanulmányt, és ez elkészült, a honlapunkon megtalálható. Az első, aminek a fő szerzője Bardóczi Sándor volt, ez a Budapesti Közterületek Tervezése, Menedzselése és Fenntartása. Az elsősorban a zöld területekre irányult, a másik egy Budapest város rehabilitációs tanulmány, amelyik a régi városrészeknek a felújításával foglalkozik, ezt Beleznai Éva készítette, és a harmadik pedig a Budapesti Közlekedés Közterület használatának probléma és megoldási lehetőségek, ezt a Tóth Csabával együtt készítettük, tehát mindhárom megtalálható a honlapunkon. Ha esetleg van kérdés ezzel kapcsolatban, hozzászólás. Ha nincsen, akkor Mária, kérlek, hogy röviden igen, is szeretettel üdvözlöm a társaságot, mint területfejlesztési témafelelős, két egymással összefüggő projektem van. Az egyik a települési rendezési tervek véleményezése, a másik pedig tulajdonképpen a környezetvédelmi eljárások, ez pedig a termőföldvédelemnek nevezünk, de tulajdonképpen kiegészítésül ez természetvédelem is, mert hát a termőföldvédelemhez hozzákapcsolódik a környezetvédelmi területeknek a védelme is. A területfejlesztési tervek véleményezésében a 2019-es évben főleg a 13., 12., 11. kerület Budaörs és a 10. kerület és 15. kerület településfejlesztési terveit véleményeztük.
A termőföld védelemmel kapcsolatban pedig a, tulajdonképpen ezek a kavicsbányákkal kapcsolatos környezetvédelmi eljárásoknak a véleményezése, nem mindegyikbe kapcsolódunk be, és főleg a Dél-Pest megyei kavicsbányakkal foglalkoztunk. Kivétel ugyan, és ezt meg kell említeni, mert januárban foglalkoztunk Madocsa homokkavics, hát homokkavics bányának a véleményezésével, és ezt azért is szükségesek tartom megemlíteni, mert az itt jelenlévő Hajósi Adrien volt ennek a munkának a fő szakértője és az egyik fő résztvevője. Azon kívül Bugyi kavicsbányákkal is foglalkoztunk, Bugyi ötös kavicsbányával is foglalkoztunk. Na most nagyon sok lakossági kapcsolatot hát létesítettünk, és tartottunk fenn a kavicsbányák véleményezésével kapcsolatban, például délegyházi gazdákkal, délegyházai gazdákkal és délegyházai, hát gyakorlatilag családi ház tulajdonosokkal is, és Dunabarsányi környezetvédőkkel, természetvédőkkel, és korábban kiskulacházai telek tulajdonosokkal, de hát őket mondjuk a Lasszertberger cég nagyon egyesen, és a kiskulacházai önkormányzatnak az érdektelenség és a kavicsbányák iránti hát vonzódása gyakorlatilag hát sajnos eltérítette, eredménytelenné tette, és kénytelenek voltak eladni a földjüket. Na most a települési rendezési tervek vonatkozásában pedig a 15. kerület, 13. kerület, a 12. kerület és a 11. kerület vonatkozásában, hát és Budaörs vonatkozásában véleményeztünk nagyon sok települési rendezési tervet. Kitérhetek egyes véleményezések és egyes témákra ezek közül. Például a 13. kerület vonatkozásában kapcsolatot tartottunk a 13. kerületi lakossággal is, és a legjelentősebb kapcsolatunk gyakorlatilag az Esztergomi úti és az Árbocz utcai lakossággal volt. Ők az Agora irodaparknak az eljárásában működtek együtt velünk, ők voltak a legnagyobb kárvallottak, az egy borzalmas terv volt, a volt autóbuszpályaudvar helyén, gyakorlatilag egy hatalmas nagy irodaparkot létesítettek. Na most a 13. kerülettel kapcsolatban viszont a 13. kerületi önkormányzat létesített egy települési rendezési tervet, egy olyan települési rendezési tervet, módosítást is, ahol tulajdonképpen zöld területeknek a létrehozása volt a cél. Többek között pontosan az Agora Irodapark hatásának az ellensúlyozására az Esztergomi út mellett, jobban mondva a Esztergomi úti társaság oldala mellett egy nagy területet, zöld területet nyilvánított, aláépítetlen zöld területet nyilvánított, és itt ez magasan ülő és valódi eredeti általában közvetlenül kapcsolatban lévő fáknak az ültetésére alkalmas lesz. A 13. kerületnél, 13. kerület esetében még egy pillanat. Itt tulajdonképpen a 13. kerület esetében még az Angyalföldi út, Apály utca és Kassatvaris utca, Klapka utca által határolt a lakóparknak a települési rendezési eljárásába szóltunk bele, ahol hát távfőtést javasoltunk a lakópark esetében. A Szponszkai Irodaparknak az előzetes környezetvédelmi eljárásában is gondoltuk, hogy hát észrevételezünk, de a
környezetvédelmi hatóságnál, de nem volt fontos, nem éreztük fontosnak, mert gyakorlatilag nem okozott megalapítást. Ezt is megvizsgáltuk, alaposan megvizsgáltuk, de megalapítottuk, hogy nem okozna nagy környezetvédelmi hatást. A Robert Károly körút, Váci út és Árbocs utca és Esztergomi út közötti Agora irodapark esetében többször végeztünk helyszínelést. Rettenetesen egy létesítmény lesz. A 11. kerület esetében például Madárhegyének az egyes környezetvédelmi eljárásait is véleményeztük el, és egy rendkívül kártékony fejlesztést akar, mert Madárhegy esetében általában kertvárosias övezetek voltak, és kisvárosias övezetbe minősítenek át egy jó néhány telket. Azon kívül itt szintén van egy lakópark létesítés, ami tulajdonképpen nevezhetjük a Rivert lakóparknak, aminek az eljárásában szintén beavatkoztunk, és véleményeztük az környezetvédelmi eljárásot, és véleményeztük az előzetes környezetvédelmi eljárását, és olyan itt hatást értünk el, itt eredményt értünk el, mert hatásvizsgálati eljárást indítottak, főleg örökségvédelmi szempontból. Azon kívül, amit szeretünk volna szintén megakadályozni, a Keserűérnél a Budafoki út 215-ös szám alatti 1088 lakásos lakóparknak a létesítését, de sajnos itt hiába adtuk be a véleményezésünket a környezetvédelmi hatósághoz, itt nem reagáltak rá. Pillanat. A 10. kerületi települési rendezési tervek véleményezésében szerepelt a Keresztúri úti belterületi határ és a Rákospatak mellett lévő területnek a hatás, a település rendezési tervének a módosítása. Itt tulajdonképpen támaszkodtunk a helyzetfeltárási munkarésznek a véleményére, ahol úgy véleményezték, hogy tulajdonképpen itt a természetvédelmi területeknek a közelségében nem kellene gyarapítani a gazdasági társaságoknak a telkeit, ellenben nagyobb zöld felület létesítését kellene propagálni. A 12. kerületben elég sok település rendezési tervet véleményeztünk, és általában. Na most a 2020-as évben pedig folytatódott ezeknek a település rendezési terveknek a véleményezési eljárása. Itt ez, és terveink, hogy beavatkozunk, beavatkozunk a klímastratégiáknak a véleményezési eljárásába, mert tulajdonképpen ez egy új kötelezettség, hogy minden kerületnek el kell készíteni a klímastratégiáját. Itt a 11. kerületét már tanulmányoztuk, azon kívül a Józsefvárosi klímastratégiába fogunk véleményezést nyilvánítani következő alkalommal. Amíg még ezek a rendkívüli körülmények nem következtek be, addig részt vettünk a főpolgármester hivatal dísztermében a Városliget építési szabályzatának az eljárásában, a tárgyalásában, és utána pedig, amikor már egy internetes
hát konferencián pedig ugyanebből a szempontból, ugye csak a Városliget tervének a véleményezési eljárásában, és hát egy gyakorlatilag a fák védelmével kapcsolatban volt egy levelező hozzászólásom, ez ugyanis a fák gyökérzetének a védelmét is nagyon fontosnak tartottam, és javasoltam egy fakataszter készítését a fák gyökérzetének az állapotára kiterjedően, és javasoltam, hogy közművek tervezésénél feltétlenül figyelembe kell venni a fák gyökérzetének a védelmét, és nem szabad közművet tervezni ezentúl úgy, hogy a fák gyökérzetének baja essen. Közmeghallgatásokon részt vettünk januárban Varga Márton közlekedési szakértő kollégámmal együtt részt vettünk a kelenföldi vasútállomás és a 9. kerület közötti vasút 3. vágány tervezésének a tervezésével kapcsolatos közmeghallgatáson, amelyre hát értesítettük a Hamsóvégi Park menti lakosságot is, és nagy részvétel volt. Varga Márton kollégám szólt ehhez hozzá, nagyon jó hozzászólása volt. A hatásvizsgálati eljárások szempontjából az OCSA 490 és 490 per 19-től egy nagyon sok helyi számmal rendelkező, de összesen 21,9 hektáros kapispánya létesítésének a környezetvédelmi eljárásába kapcsolatunk be. Erről értesítettem a összefogása a jövőnkért Alsó-Némedin Egyesületnek az elnökét is, és ennek köszönhetően az Alsó-Némedi, ugyanis ők érintettek területileg, és hatás szempontjából, és ezzel kapcsolatban ennek köszönhetően az Egyesület és még jó néhány Alsó-Némedi lakos részt vett a környezetvédelmi eljárásban. Itt tulajdonképpen meg is tagadták az engedélyt, viszont, tehát ez sikerélmény lett volna, viszont a kavispánya létesítést propagáló vállalkozások rendkívül aktívak, és ez ellen a határozat ellen pert indítottak. Úgyhogy erről is értesítettem az Alsó-Némedi lakosságot, de szerintem ezzel kapcsolatban nem igen tudunk már mit csinálni. Azon kívül volt egy másik a Pilis Parkerdő ZRT-nek az 58 hektáros kavicsbánya létesítési terve. Ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítottuk, észrevételt tettünk Horváth Zsolt kollégámmal együtt, aki helyszínen meg is helyszínet és az élővilágot tapasztalt élővilággal kapcsolatban tett megfigyeléseket, és az ő megfigyeléseivel együtt adtuk be ezt a véleményezést a környezetvédelmi hatósághoz. Hát reméljük a legjobbakat, ezzel kapcsolatban még nem kaptunk választ. Na most én tovább nem dadognék, hanem hogyha valakinek van kérdése, hogy esetleg milyen települési rendezési eljárások voltak még, vagy pedig, még azt szeretném megmondani, hogy a Budapart fejlesztésnek a második részének a környezetvédelmi eljáráson belüli közmeghallgatásán részt vettem, és kifejtettem, hogy tulajdonképpen a Budafoki út menti területeknek a beépítése ez annyira
lehetetlen forgalmat, forgalomnövekedést eredményez a Budafoki úton és annak a folytatásán, amit hát tulajdonképpen meg kellene akadályozni. Köszönöm, hogyha vannak kérdések ezzel kapcsolatban. Szabadnak a... Igen, tessék. Kavics bánya ügyéhez, hogyha szabadna egy rövid gondolattal, és azért rendkívül rövid gondolattal, mert az egésznek a megemésztése, vagy elemzése az akár több órás szakmai elmélyült eszmecserét igényelne. Amikor engem 2000 nyarán kirúgtak a Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatói állásából, akkor éppen olyan stádiumban volt a kavicsbányákkal kapcsolatban a mi véleményünk, vagy álláspontunk, hogy harmadszor adtam vissza a kollégámnak további csiszolás céljából egy olyan levéltervezetet, aminek az lett volna a célja, vagy és iránya, hogy a Pest megyei önkormányzat elnökének hívja föl a figyelmét arra, hogy valami regionális megoldásban kellene gondolkozni a kavicsbányáknál. Ugyanis egyedileg a legkülönbözőbb módokon nagyon sokszor lehetetlen hatósági eszközzel ellenállni neki, mert egy egyedi kavicsbánya nem okoz akkora problémát az esetek többségében, aminek alapján a hatóság az egyedi döntésében kellő érvrendszerrel tudja megakadályozni, vagy ugyanakkor pedig aki a hatástanulmányt csinálja, annak nem állnak rendelkezésére mindazok az adatok és információk, amik más vállalkozások, más tulajdonában lévő területek, más környezethasználatok területét, általuk foglalt teret érint. Ebből következően lehetetlen elvárni a regionális hatástanulmányt. Tehát itt mindenképpen valami területkezelői regionalitásra kellene megpróbálni fókuszálni. Akkor nyilván, amikor engem kirúgtak, akkor utána az a levél már nem ment el. Akkori számadatok szerint ott tartottunk, hogy a Pest megye déli részén ismert, tervezett, engedéllyel és engedéllyel bíró meglévő, illetve ismerten szándékolt bányatavak területe 5 velencei tó nagyságot haladt meg. Tehát ezt valahogyan valakinek területrendezési szempontból regionálisan kellene eldönteni, hogy mit lehet és mit nem lehet. Most igazságügyi szakértőként több kavicsbányás ügyem volt, amiben nagyon megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy valami olyan bányánál, ahol nagyon élesen tudtam összeszedni az engedélyezési okiratban vagy dokumentumokban lévő következetlenségeket, és az volt az ellenérve az ügyfélnek a bíróság előtt, nyilván az ítéletet itt sem tudom már, mert az nem rám tartozik, meg nem követem, de az volt az ellenérve, amire nincs válasz, hogy a környékén, mit tudom én, 3-at engedélyezett a hatóság tavaly, akkor pont az övét miért nem engedélyezi. Ezekre azt hiszem nincs válasz. És még egy érdekes tavalyi történetet hadd mondjak, szintén igazságügyi szakértői tapasztalatomból. Egy nagyon érdekes olyan üggyel találkoztam, hogy valaki a saját tulajdonában lévő szántóföldjének a mélyfekvésű területén vízállás, magas vízállás miatt nem tud gazdálkodni. Teljesen logikus, racionális gondolat volt részéről a bányanyításra irányuló szándék. Természetesen a hatóság ezt elutasította. És ami borzasztó érdekes volt, hogy olyan mederbe terelődött, hogy a vízvédelmi elvárások és előírások olyan
törzshálózati kutak adataira épültek, amikről az ügyvéd bebizonyította, hogy nem alkalmasak arra, hogy egyedi döntéseket megalapozzanak, mert ritkán vannak, nem követik a hidrológiai vízjárás dinamikáját, tehát sem a darabszámuk, sem a mintavétel gyakorisága nem alapozhat meg jogállami elvárások mellett megfelelő szakmai döntéseket, és teljesen igaza volt az ügyvédnek. Néhány héttel ezelőtt mesélték nekem azt, hogy a bíróság ezt méltányolta, és új eljárásra utasította a hatóságot. Tehát valahogyan meg kellene találni azt az utat, hogy kilépjünk az egyedi döntések egyedi vizsgálatából, és tudni kellene, megint ugye visszakanyarodunk a tájra, amiről beszéltem az elején, tudni kellene valahogy a táj funkcionális működésének az egészségét a maga egészében vizsgálni, és ehhez jó lenne utat találni. Köszönöm, nagyon örülök a hozzászólásának, elnézést, hadd válaszoljak. Arról értesült, hogy tulajdonképpen a legtöbb kavizsványa propagáló hatástanulmánynak a hatástanulmánya azt állítja, hogy az utóbbi 40 évben nem változott a talajvízszint Dél-Pest megyében. Ehhez nem kíváncsi vagyok, hogy ehhez mit szól, erről mi a véleménye esetleg. Rendkívül ellentmondásos ismereteim vannak erről. Körülbelül olyan 8 évvel ezelőtt lehetett nagyjából, amikor Délegyházán arra vonatkozó bizonyítékokat találtunk. Önmagunk akkor egy munkához néhány kollégámmal együtt megvizsgáltuk a helyzetet, és ha jól emlékszem, akkor valami 3 méteres szintcsökkentést találtunk. És találtam olyan dokumentumot, akkor Szegedi Egyetemen valakinek, nem tudom, diplomamunkája vagy doktori értekezése volt, amiben adatokkal exakt módon bebizonyította, hogy az ócsai lábterületét is érinti már a regionális vízszintcsökkentés. Utána sok évig én nem jártam a területen, nem ismertem a részleteket, és ez a legutóbb említett bírósági ügy volt, ahol tavaly kint jártam Kiskunlacházán a területen, és nem csak azt néztem meg, hanem Délegyházától végig a területet, és olyan magas volt a vízállás Délegyházán is, amilyennek én soha nem láttam még, pedig olyan magas tavaly, egy hosszú aszályos időszak után, pedig 1990 előtt több mint 10 évig a vízügyi igazgatóságon hidrogeológus területi előadója voltam ennek a területnek, tehát mit tudom én, havonta 3-szor jártam erre. És ilyen magasnak soha nem láttam, mint valamikor tavaly tavasszal. Hosszú aszályos időszakot követően. Hát ez nagyon érdekes, köszönöm szépen. Igen, köszönöm. Én azt javaslom, hogy erről majd külön beszéljünk, mert ezért tényleg, ahogy Zoltán, ahogy említetted, ez egy több órás megbeszélést igényel, amire azt hiszem most nincs lehetőség. Akkor én folytatnám akkor a beszámolót. Egy pillanat. Igen, akkor még két témáról lenne szó. Az egyik az uniós költségvetés az éghajlatért projektünk, amelyben 5 szervezet vesz részt, és a német környezetvédelmi minisztérium a fő támogató. És a célja az elmúlt évek uniós költségvetésével kapcsolatos civil tapasztalatok összegyűjtése és feldolgozása, továbbá javaslatok kidolgozása a következő költségvetési, tehát a 2021-27-es költségvetési időszaknak a időszakra, annak érdekében, hogy az uniós pénzeket hatékonyan és klímabarát módon használják fel. Hát itt volt minden féle, most ezt nem sorolom fel, az egyik legfontosabb, hogy szinte minden legtöbb országból, tehát
több mint 20 országból kérdeztünk meg, illetve interjú voltunk meg civil szakértőket, hogy melyek a tapasztalataik a uniós költségvetéssel kapcsolatban, és hát nagyon lesújtó véleményeket kaptunk az esetek többségében. Csak mondok két példát, Észtországból példaként azt hozták fel, hogy halfeldolgozó üzemeket létesítettek uniós pénzből, amelyek teljesen kihasználatlanul állnak, mert nincs rá kereslet, vagy Dániából ugye azt mondták, hogy az uniós agrártámogatások azoknak mennek, akiknek nincs rá igazából szükségük, és az intenzív vegyszeres mezőgazdaságot segítik a környezetkímélő mezőgazdasággal szemben, és így tovább. És hát nagyon sok javaslatot is tettek arra, hogy mit kell tenni az uniós költségvetéssel. Itt néhány ilyen feltételt felsorolnék, tehát hogy nagyon szigorítani kellene a feltételeket, és az ugye a támogatás, semmilyen támogatás ne járuljon hozzá az éghajlat és a környezet károsításához. Mindenről részletesen lehet olvasni, tehát ez a projekt honlapja, és illetve hát a blogunkban is írtunk egy rövid összefoglalót, és most beadtunk egy pályázatot a folytatását, reméljük, hogy sikerülni fog. Na, akkor kérdések, észrevételek ezzel kapcsolatban, ha vannak. Ha nincs, akkor még egy dolog, ami nem, senki nem finanszírozott, tehát ezt gyakorlatilag ingyen csináltunk, 23 budapesti civil szervezet fogott össze annak érdekében, hogy tehát kidolgozzunk javaslatokat a főpolgármester, illetve polgármester jelölteknek, és megkérjük, hogy vállaljanak jogilag kötelező, írjanak alá jogilag kötelező nyilatkozatot, hogyha megválasztják őket, akkor ezeket teljesíteni fogják. És ez egyrészt komoly visszhangot kapott ez a kezdeményezés, másrészt pedig, ami nagy siker, ugye, hogy tehát a megválasztott főpolgármester, ugye Karácsony Gergely, és öt olyan polgármester, akit szintén, kerületi polgármester, akit szintén megválasztottak, aláírta a nyilatkozatot. Igen, és hát köszönöm szépen. Ja, ezzel kapcsolatban van-e Mártinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor Zsoltot megkérném, hogy röviden ismertesse a pénzügyi beszámolót. Zsolt? Szia, András! Hát nálam közben elég sok probléma volt, mert kétszer elment az áram, én is eltűntem, és most mobilnetről vagyok. Pont most akartam átkapcsolódni a rendes netre, úgyhogy képet nem osztanék. Akkor melyiket? Az a baj, hogy mindjárt elfogy a mobilnetem is, tehát most vagy vártok pár percet, hogy átkapjuk. Volt egy perc alatt megvan. Szerintem csak az a baj, hogy az a videó is, amit nézek, mert eddig letettem, és csak a hangotokat hallottam, és most már csak 104 megabájton van összesen a mobilnetemből, tehát én most kikapcsolnék, és átmegyek a rendes netre vissza. Jó, megvárunk, persze. Elnézést, nem megy máshogy, bocsánat. Jó. Mindjárt jövök vissza. Jó, akkor ugye még ami hátra van, ugye a pénzügyi beszámoló és a idei terv, illetve hát a közhasznossági jelentés, hivatalos közhasznossági jelentés elfogadása. Most... Vissza is jöttem? Igen. Csodálatos. Itt vagy. Nagyon jó. Jó, akkor tudok bármit mondani, illetve megosztani nem tudok, mert az előbb se sikerült. Tehát azt jó, akkor én megosztom. Most akkor melyiket osszam meg egy pillanat? Sorban amelyiket gondolod. Mindegy. Jó, akkor egy... A mobilnetem vagy, Zsolt, mert a neved nem alakult át. Hát akkor azt hiszem, hogy itt a bevételek az első.
nem amit mutatnék. Nem, mobilnetet kikapcsoltam. Jó. Pillanat. Ja igen, jó, akkor látjátok? Hát ez így eléggé ilyen szerencsétlen lehet, hogy ezt megkapta mindenki esetleg előre? Na, most nézzétek, ez így jó. Látjátok? Nem értem. Elég picike. Ja, hát azon tudunk segíteni. Így jó. Jó lesz még egy kicsit. Jó, tehát, csak az így nekem elég macerás, na mindegy. No, az előző évhez képest, ami ugye a 2018-as volt, amit lezártunk, egy meglehetősen jó évet zártunk 2019-en, mert hogy körülbelül annyi nyereségünk volt, mint amennyi a megelőző évnek a vesztesége. Most ugye András a bevételek táblázatot vetítette föl. Itt láthatjátok, hogy hogyan állt össze az a 45 millió forintos bevételi összeg, amelyből gazdálkodni tudtunk. Gyorsan hozzáteszem, hogy ebben nagyon jelentős összegek az előző évről húzódtak át. Így például a Kati által bemutatott No Planet B projektből 8 millió 500 ezer forintnyi összeg, amelyet bár megkaptunk a korábbi évben, de mivel nem használtuk fel, és a levegő munkacsoport kettős könyvitelt vezet, ezért át kellett hoznunk erre az évre. A bevételeknél nagyjából azokat a projekteket láthattátok, amelyekről a beszámolót is hallgathattátok, tehát ez köszön vissza benne. Amiket esetleg még néhányat kiemelnék, az SZI 1%-a, amelyből 1 millió 549 ezer forintot kaptunk 2019-ben, viszont ezt majd 2020-ban használjuk fel, ezért nem szerepel hivatalosan a bevételek között csak 0 forint, ezt kiegészítésként fontosnak gondoltam, és amit még kiemelnék, az a... Igen, hát gyakorlatilag ennyi. Én valójában nem gondoltam részletesen végigmenni rajta, mert ezt az elnökségünk, a felügyelőbizottságunk megtárgyalta már, ugye a felügyelőbizottság egy jelentéssel lezárta mind a költségvetést, mind a beszámolót, és nem mennék bele most harmadszorra is egy nagyon részletes bemutatásba, inkább hogyha kérdésetek van, akkor mindegyikre tudok válaszolni, vagy akár menjünk végig a kiadásokon és a mérlegbeszámolón, és akkor utána, hogyha lesz valakinek kérdése, akkor arra megfelelek. Jó, igen, tehát akkor van-e bárkinek kérdése, észrevétele? Egyébként, ha kérdezem meg, hogy ezt megkapták? A... Igen, persze, hát, mindenki megkapta. Tökéletes, oké, rendben, akkor volt lehetőség. Egy kis türelmet, akkor mindjárt nézem a következőt. Ez az idei tervről szól. A 2020-as bevételi terv, igaz? Az, amit igen, most... igen, bevételi kiadási terv. Igen, itt igen. Egy, az előző itt, év... Itt van egy pillanat, mindjárt megosztom. Egyébként itt óriási vihar van Budaörsön, nem tudom, hogy ott mi a... Nálatok mi a helyzet? Hát nálunk újra tönkre ment az egyik lámpa, amit most cseréltem ki két napja, és kétszer elment az áram. Tehát igen, itt elég jelentős, őrületes vihar volt, de mondjuk 10 perce vagy 15 perce. Itt is voltak csattogások, de már elment. Na, helyes. Igen. Jó, tehát az idei évi bevételi tervünk az 12 millió forinttal magasabb, mint az előző évi volt, illetve hát a megvalósult előző évi. Ennek
legnagyobb részt a nyitó pénzkészletünk az oka. Itt a bevételi tervnél láthatjátok is, hogy 14 millió forinttal nyitottuk a 2019-et az áthozott pénzek miatt, és ebből is 8 millió forint a legnagyobb összeg a No Planet B pályázatunk volt. Itt láthatjátok, hogy milyen szerződéseket, projekteket tudtunk, vagy tudunk megkötni valószínűleg. Nem biztos bevételnek csak a zöld forrás pályázati összeg szerepel. Én azt gondolom, ez nem is fog befolyni, hiszen először arról volt szó, hogy nem lesz majd ez a forrás, aztán azt mondták, hogy mégis lesz, nem vonják el a koronavírus helyzet miatt, de valószínűleg, ha döntenek is róla, az idei évben nem fogunk pénzt kapni belőle. Gyorsan végigmegyek azon, hogy van-e olyan, amin projektekből nem volt még szó, és új. Ugye magánszemélyek támogatásait szeretném kiemelni, ez egy nagyon szép összeg, és valószínűleg egyébként ez még ennél is magasabb szinten fog megvalósulni. Vannak rendszeres támogatóink kisebb, nagyobb összegekkel, 3000 forinttal, 5000 forinttal, 10000 forinttal, akik most itt vannak az ülésen, közülük is van olyan, aki rendszeres támogatónk, ez nagyon sokat segít nekünk, tehát ez az összeg, ez a 2 millió forintos tervezet valószínűleg még ennél is magasabb összeggel valósul meg, és mi az, amit még kiemeljek? Igen, SZIA 1%-ából idei évben is 1,5 millió forintot tervezünk, és a kiadási tábla, ami talán érdekesebb, hogyha a másik fülére András rálép, akkor azt láthatjátok, hogy az iroda fenntartási költségeink, azok mindösszesen egy ilyen 3,4 millió forintos összegek, havonta 240 000 forint az iroda bérleti díja, plusz a közös költség, a rezsiköltségek, tehát gyakorlatilag ez teszi ki ezt az összeget, és hogyha még az irodaszereket is hozzátesszük, akkor se egy olyan veszélyes százaléka a teljes költségvetésünknek. Egy 140 négyzetméteres irodát ilyen viszonylag kevés pénzből egyébként szinte művészet kivenni ma Budapest belvárosában, tehát ennek igazából örülünk. A költségszerkezetünkben inkább a bér és személyi jellegű költségek azok, amelyek meghatározók, hogyha az előző és a tárgyévet végignézitek, akkor a költségszerkezeti átrendeződés van benne, ugyanis azok a volt olyan kollégánk, aki eddig nyugdíjasként számlázott, tehát külsősként dolgozott, azonban az adózási jogszabályok miatt előnyösebb, hogyha ő munkavállalóként dolgozik, ezért itt igazából a levegőmunkacsoport meg is tudott spórolni egy jelentősebb összeget, és akkor ő most vállalkozó helyett munkavállalóként dolgozik. Így csak 15% SZIA-t kell fizetni utána, és minden egyéb járulék alól mentesülünk. Tehát ez a személyi jellegű költségek átrendeződésének az oka, illetve az, hogy a tervezett KEHOP projektekben van plusz bérköltség beállítva, de hát az ugye csak projekt alapon. Tehát csak ebben az évben növekedik, és utána természetesen nincsen már, hogyha a projektnek vége van. Még talán azt tudnám kiemelni, hogy egy kommunikációs ügynökséggel dolgozunk együtt, az Effekt kommunikációs ügynökséggel, akik 1,2 millió forintos éves díjért vállalják, ez bruttó összeg ráadásul a teljes kommunikációs segítségünket, a sajtóhírek elhelyezését, a sajtóanyagok megírásában való segítséget, és meg annyi munkát. Ezzel is igazából egy kollégát kiváltunk. Hát 1,2 millió forintért nyilván nem találnánk erre embert, úgyhogy ez is egy körülbelül 2 évvel ezelőtt történt olcsósítási törekvés eredménye. Hát így áll össze a költségvetésünk, amely az idei év végére egy 6 millió forintos többlettel számol, amely ugye csak pénzügyi többlet, tehát
a bankszámlánkon ennyi többlettel számolunk, amelyet majd 2021-re átvihetünk, ha minden úgy valósul meg, ahogy itt eltervezésre került. Röviden. Igen, köszönöm szépen. Akkor van egy kérdés az idei tervvel, pénzügyi tervvel kapcsolatban. Észrevétel. Ha nincs, akkor nagyon köszönöm. Akkor azt kérdezem, hogy ellenzi-e valaki a tartalmi beszámoló, tehát a 2019 évről szóló tartalmi beszámoló, pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását. Nincs, tartózkodás nincs, akkor... Nem tudom, Nagy Zoltán, te beszélsz, nekünk mondod, amit mondasz, vagy mert el vagy némítva. Ki? Nagy Zoltán. Ja, Nagy Zoltán? Nem tudom levenni én a műtot, csak magadról tudod. Zoli, szeretnél beszélni valamit? Nem tudom beszélni. Nem lehet hallani. Mikrofon. Nem értem ezt, hogy én miért nem tudom irányítani, de én nem tudom levenni róla a tiltást. Jó, nem tudom, lehet, hogy... Esetleg a chatbe beleírnád, amit mondani szerettél volna? Sziasztok! Hozzám, rólam van szó, ne haragudjatok! Igen, hogy szeretél-e volna hozzászólni? Ja, ne haragudjatok, csak közben éppen telefonáltam. Ja, jó, rendben, semmi gond. Akkor, ha nincs, akkor köszönöm, akkor ez elfogadott, akkor a jövő évi, illetve hát az idei terv, pénzügyi és szakmai terv elfogadásával kapcsolatban van-e valakinek kifogása, ellenzés, tartózkodás nincs, köszönöm, akkor ez is egyhangúan. András meg a többiek kifogásom nincsen, bocs, csak ha már így szóba került, hogy megszólítottatok, ugye én nekem amúgy sincsen szavazati jogom, mert nem vagyok levegő munkacsoporttag, de kihasználnám az alkalmat, hogy most ugye akkor van közgyűlés és lehet szavazni, jelentkeznék, amennyiben ehhez kell közgyűlés, majd akkor megfelelő időpillanatban akkor térjünk, vagy térjetek rá erre, légy szíves. Jó, tehát az, hogy valaki tagja, egyen nem kell közgyűlés. Uh-huh. Ez te kell lesz? A honlapunkon megbeszéljük, majd akkor ez nem közgyűlési téma. Oké, okay, értettem. Jó, köszönöm szépen. Akkor tehát egy téma van hátra, hogy Pati, akkor számolj be az eredményről. A igen, a megbeszéltek alapján negyedkor lezártuk a szavazást, és 7 szavazattal egyöntetően igennel lett megszavazva, tehát Lakatos Zsófiának, mint új elnökségi tag, és akkor ide becsatolom az eredményt a chatbe, hogy meglegyen a jegyzőkönyvbe is, meg hogy lássátok, hogyha... Jó, hát köszönöm szépen, gratulálok, és hát nagyon köszönöm Zsófinak, hogy elfogadta. Ezzel a hivatalos részt lezárom, ha valaki még akar beszélgetni, akkor... Itt maradt, ha sajnos kávépogását most nem tudunk adni. Ügyed. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor most hívjalak? Hát, ha nem gond, akkor inkább holnap. Jó, jó, rendben. 11 után már vagyok. Jó, előtte tárgyalok. Jó, rendben. Okay, jó, köszönöm. Hello, jó. Köszönöm szépen, és szervusztok, szép napot, minden jót. Ja. Szervusztok. Nektek is. Sziasztok. Ja. Sziasztok mindenkinek. Jó, Feri, sikerült, ugye?
a felvétel. Igen, igen, most állítom le. Jó, hát majd akkor hétfőn az értekezleten megbeszéljük, hogy hogyan használjuk fel. Jó.